Sajtótájékoztatót tartott a Híd frakció ezen a héten, melyen a bizottsági munkáról és a jövőbeni tervekről tájékoztatták a sajtó képviselőit. Varga Tamás, a Környezetvédelmi, Közrendi és Közlekedési Bizottság elnöke elmondta. A bizottság az ő kezdeményezésére azt javasolja, hogy az idén a Polgár utca felújítása történjen meg teljes egészében. Ennek fedezete már megvan a városi költségvetésben. Javasolta továbbá, hogy a város talán leghosszabb, ám egyben legrosszabb állapotában lévő Ötvös utca felújítására is szülessen projekt. A városi hivatal a jövő évi költségvetés elfogadásáig dolgozzon ki egy átfogó felújítási tervet és annak előzetes költségvetését. Ez a probléma már évek óta sok ezer embert érint. Elmondta azt is, hogy javaslatot nyújtott be a városi rendőrség fegyelmi és szervezeti rendjének a kidolgozására, illetve az 1-es és 2-es lakótelepen egy rendőrőrs létesítésére. Sok lakostól érkezik ugyanis panasz az alkalmazkodni nem tudó emberekről, ezért kéne növelni az ott élők biztonságérzetét. Androskó Imre arról számolt be, hogy vélhetően komoly vitát vált majd ki az úgynevezett LNG cseppfolyós gázprojekt, amely ugyan jó, de több veszélyt is rejt magában. Véleménye szerint nem a lakótelep közepén kéne létesíteni, hanem Harcsás és Izsa között. Emellett veszélyeztetheti vízkészletünket is, de gondot okozhat a megnövekvő kamionforgalom, és az is, hogy gyakran kéne felnyitni a csapóhidat, és így órákra leállna a forgalom.